11. rész. Feri, jól érzed magad? Lepottyan. Jól vagy? Soha jobban. Gyere, táncoljunk! Gyere, te is! Fú, de ciki! Mi van vele? Hihetetlen, mit művel? Jobb, ha még most kiviszed innen, mielőtt unál, meglátja őt. Miről beszélsz, Hunter? Hát nem látom. A te kis hercegnőd totál kikészült. Még egy kortyot sem ivott. Hát, akkor mástól szállt el. Ez az, igen? Feri, hoppá! Jól vagyok, csak ez a magas sarkú. Feri, elég, mit művelsz? Feria! Elég volt, elmegyünk. De hová? Miért venni? Azt mondtam, gyere! Emir, ez a mi éjszakánk! Csak a mi. A mi nagy esténk! Csak a mi! Induljunk, Feria! De hová? Nem akarok! Gyere! Nem akarok! Korai! Hová mész? Segíts apámmal! Uram, hogy van ma? A csaj kicsit sokat ivott. Nem igaz! Az a lány Emirrel... bedrogozott. Vigyázz! Csak óvatosan! Feria? Nem én vagyok. Menjünk fel. Ez nem én vagyok. Ez nem én. Térj már részhez, Feria! Figyelj már rá! Ez nem én vagyok! Feria, nyugodj meg! Kelj fel, gyere! Gyere, menj! Gyere!
Annyira sajnálom. Alig emlékszem a történtekre. De kínos volt, tudom. Mondd el, hogy mi történt. Mondd el, hogy mi volt. Kérlek, mondd el. Beszélj már. Tudod te. De nem emlékszem. Fogalmam sincs, mi történhetett. Miért nézel így rám? Mondj már valamit! Kérlek! Miért csináltad ezt, Feria? De mit csináltam? Elég, Feria! Régóta hülyítesz már. Ki vagy te? Mi? Ki a fene vagy te? A bogyó. Igen. Bedrogoztál. De én nem tudtam, hogy mi az. Fájt a fejem, és találkoztam azzal a lánnyal. Azt mondta, hogy ő is fejfájós, ezért van nála fájdalomcsillapító, és adott egyet. Nem hiszel nekem, igaz? Ugyan, Feria. Egy olyan okos lány, mint te, jobb sztorit is kitalálhatna. Mondjuk, hogy egy pasi drogozott be, hogy elcsábíthasson. Közhelyes lenne, de hihető. Hát ezért nem itt áll, Feria? Tudtad, hogy kapsz te annál jobbat is. Drogfüggő vagy? Ezért félt úgy a családod? Hát, gratulálok. Engem rászedtél. Én azt hittem, mindenre fel vagyok készülve, tényleg mindenre. De neked sikerült meglepned. Menj be, rögtön jövök. Emir, bajba akarsz engem keverni? Ide hozol nekem egy ilyen drogos kis csajt? Apa! Ebből elég. Ezt most fejezd be. Ide figyelj. Az én nevemet viseled. Jobban teszed, ha odafigyelsz. Ne hozz nekem ilyen olcsó kis nőket ide! Tűnik,
valamiért eléggé megviselte a dolog. Ugyan, szerintem csak megjátsza. Kizárt, hogy nem tudott az egészről. Hiszen együtt vannak, nem? Tök nyilvánvaló. Ti meg miről beszéltek? Most már elég lesz ebből. Emir nagyon is jól tudja, hogy mit csinál. Mit kell ennyit rinyálni ezen? Csak nem fog letargiába zuhanni egy ilyen csaj miatt. Korály, jó filmet forgattál a csajról. Ez azért inkább egy fura dokumentumfilm, mint vígjáték. Na álljatok le, mert ebből elegem van. Felfogtátok egyáltalán, hogy min poénkodtok itt? Drogokról van szó, ami egy elég komoly dolog. Szerintem azért ez annyira nem vicces, Hande kisasszony. Ugyan már tök poén. Szerintem rohadt vicces. Na, jól utánzom? Pont olyan vagy itt, Feria. Na? Mit művelsz, te paró? Most mi van? Igagy le, Emir! Ha? Mi baj ott van? Hé, Emir! Hogy lehetsz ilyen aljas? Ember, nyugodj már rohadt meg! Mit képzelsz te magadról? Emir, nyugi. Semmi gond. Hogy meri? Nyugi, pajtás, nyugi. Emir! Mintha gúnyolódna velünk. Nyilván marha büszke magára. Hogy Emir harcba szállt az ő nyomorult kis tisztességének védelmében. Milyen romantikus. Már ne is haragudj, de gusztustalanul viselkedtetek. Istenem, olyan érzékeny mindenki. A csajt fele ennyire sem érdekli az egész. Akkor én... Minek finomkodjak? Tudjátok, egy ilyen jelenet után én az ő helyében nem mernék többet idejönni. De mit tehetne? Talán adja fel az ösztöndíjat. Ja, tényleg. Hisz ösztöndíjas a kis drága.